Az elmúlt év júniusában 9 nemzetversenyzői mérték össze tudásukat a leveleki tavon megrendezett V4 Plus nemzetközi jetski kupán, ez év júniusában pedig már Európa-bajnoki futamot rendeznek a tavon. Az MI sportért felelős államtitkárságának támogatásával a szövetség megpályázta és el is nyerte a rendezés jogát. Ez egy technikai sportág, amelyben, hogyha mi nem vagyunk otthon, akár rendezés terén sem, akkor lemaradunk. És nagyon népszerű ez a sport, a jetski. Mindig minden kis gyerek szeretne a közelében lenni. Nyári időszakban ugye láthatjuk, hogy szeretnék kipróbálni. És egy kicsit népszerűsítjük is ezáltal a sportágat. Magyarországon legutóbb 2006-ban a Tatai Öregtavon rendeztek Európa-bajnoki futamot. Leveleken tovább nőhet a sportág eddig közel 120 világ, illetve Európa bajnoki medált számláló éremgyűjteménye. A szövetség minden versenyzője és mindenki, az egész jetski társadalom rendkívül boldog, mert azért 13 év után, és hogy egy ilyen nagyszerű helyszínen, mint itt a Nyíregyháza melletti Leveleki tavon ezt megrendezhetjük, ez egy óriási dolog. Levelek polgármestere elmondta, mindent megtesznek majd azért, hogy tökéletes körülményeket biztosítsanak a versenyzők, a kísérő személyzet és a szurkolók számára. Nagy kihívás lesz számunkra, elsősorban az, hogy a területet megfelelően tudjuk biztosítani a rendezvénynek. Egyeztetve a rendezvény szervezőivel már azon gondolkodunk, hogy hogyan tudjuk a hozzánk érkező sok gépjárműnek, kamionnak a helyet biztosítani, a közlekedés megfelelően irányítani, illetve a parkoltatásnak a megoldását hogyan tudjuk megvalósítani. A verseny megnyitója Nyíregyházán lesz, és az infrastruktúrális adottságoknak köszönhetően a megyeszékhelyet választhatja majd bázisnak a résztvevők többsége. Ez egy nagy feladat, kihívás a városnak is, amit örömmel vállal, és úgy készülünk erre, hogy ne csak egy egyszerű alkalom legyen, hanem a nemzetközi megfigyelők, mint ahogy a rallinál is, azt mondják, hogy Nyíregyháza kiváló hely, itt Levelek is, és érdemes a nemzetközi versenyek jövőben is gondolni erre a városra. Természetesen ez a sportturizmusban, a város marketingben is egy kiemelkedő lehetőség. A három versenyből álló sorozat Portugália és horvátországi állomása közé került a leveleki futama versenynaptárba. A szervezők 20 ország, mintegy 150 sportolóját várják június 13-a és 16-a között. A magyar csapata tervek szerint 20 versenyzővel vesz részt a hazai Európa-bajnoki futamon.